Köszöntöm a kedves nézőket, októberi közélet című műsorunkat látják. Havonta egyszer jelentkezünk a testületi ülés utáni hétfőn, általában is a vendégeink a stúdióban a frakcióvezetők. Ma sincs ez másként, illetve ebben a hónapban sincs másként. Annyi változás van, hogy mai műsorunkat úgy indítjuk, egy helyi lakos, egy tőzsgyökeres ferencvárosi nyugdíjas lakos Varga Kálmán keresett meg minket a televíziót telefonon, hogy elmondja a javaslatait, kérdéseit, esetleges problémáit. Ezt a kis bejátszót fogják most önök látni, ezt követően pedig a frakcióvezetők reagálnak ezekre a kérdésekre, felvetésekre. 1942 óta lakom ebben a kerületben, kisebb-nagyobb megszakításokkal, amikor elhagytam a kerületet, sőt, még az országot is. Voltam nyomdás, szállítómunkás, gépkocsi vezető. Pillanatilag az Ipar utcában lakom, és ahogy kilépek a házból, különböző dolgokat veszek rögtön észre. Többek között azt, és ez általános, hogy a lakóházaknak a takarítói például lazán lesöplik a járdáról az úttestre, és ennyi, nem szedik össze, és nem úgy dobják ki. Ez egy cél alkalmával esetleg visszahozza meg, hát a látvány szempontjából sem mindegy, mert az úttestet nem sűrűn takarítják. Hogy jövök ki a Mester utca felé, itt az iskolánál már felháborított dolgokat látok, már előzőleg is fákat ültetnek hatalmas dézsákba, ami komoly összegbe kerülhet, és ráadásul értelmetlen. Ugyanakkor több fa már ki van száradva, levelei mind elsárgulva, vagyis megbarnulva. Ez annak a következménye, hogy eleve nem jó helyen van, a másik az, hogy nem kap rendszeresen, nem locsolják, nem kap rendszeresen vizet. Ha kijövünk a Mester utcába, itt végig össze-vissza lehullott falevelek, csikkek, stb. Egyáltalán nem látszik egy világvárosi, egy olyan világvárosra nem úgy tűnik ki, hogy mintha adnának a formaságokra. Legfontosabb dolognak, amit pillanatnyilag meg kell említenem, a közterületeken nincsenek nyilvános vécék. Itt a környéken sehol. Vannak idősebb korban emberek, de bárki legyen az, nem tudja, hogy hol végezze el a dolgát. Legfeljebb bemegy itt valamelyik étterembe, amelyik befogadja, és annak fejébe vagy fizet érte külön. Valamikor a körúton mindenhol voltak klasszikusan megépített férfi-női vécék, és csak akkor kellett, hogyha az ülővécét használta valaki, akkor kellett fizetni például. Villamos megállók alacsonyak a jelenlegi villamosokhoz, alig lehet felszállni, hát még hogyha ezzel a szekérrel akarok felszállni vagy leszállni. Ezt is meg kellene, esetleg össze kellene dolgozni a BKV-val, és közösen megoldani ezt. Vannak olyan gondok, hogy például a szakorvosi rendelő és a háziorvosi rendelő környékén többek között az megnehezíti a betegek dolgát, hogyha el kell menni a Gyáli útra, József Attilára és más helyekre, ami kapcsolatban van a Mester utcai szakorvosi rendelővel, elég nehéz megközelíteni különböző tömegközlekedési járművekkel. Ezt valahogy egy kis busszal, amely helyi érdekű ide-oda járkál csak, meg lehetne oldani, ez költség. Ez nem elsősorban kerületi probléma, hanem például itt vagyunk az iskola mellett, Tinódi utca, Mester sarok, ki van téve, hogy behajtani tilos, sokszor nem tartják be. Egyszerűnek tartanám, hogyha még a keresztezés előtt jeleznék azt, hogy kötelező haladási irány jobbra, az egyszerűbb és hamarabb meglátnák, mint az utolsó pillanatban behajtani tilos táblát, és itt keresztül robognak. Elsősorban onnan jönnek be, innen erről az oldalról nem jönnek be. És ezáltal veszélyeztetik a gyerekeket itt a gyalogátkelőjénél az iskolával szemben. Azt is meg lehetne persze itt oldani, hogy villogos sárga lámpa égne a gyalogátkelőhelynél folyamatosan. Ez is figyelem felkeltő volna, és talán balesetmentesebb. Ezek a platánfák gyönyörű szépek. Annak idején, amikor ültették, jóformán még házak se voltak itt. Azóta viszont vannak, és hát a lehulló falevelek, stb. Ezek nem igazán előnyösek.
takarítással járnak, mert ha még takarítanának, az hagyján, de hát nem takarítanak. Hát akik takarítják a járdát, az a házaknak a fizetett takarítója. És őnek kutya kötelessége lenne naponta összesöpörni, és megfelelő helyre kiszórni, nem az úttestre, a járdáról. Tulajdonképpen a tisztasággal kapcsolatra visszatérve romlott a helyzet, mert az életszínvonal javulásával könnyebben szórják a szemetet, mint annak idején. Akkor még enni sem nagyon volt még abban az időben, tehát szűkösen. Tehát nem volt mit elszórni, úgy édességet, sörös dobozokat, meg ilyenek. És ez azóta az életszínvonal levelkedésével növekedett, viszont nem növekedett párhuzamosan a takarítás. Tehát ilyen szempontból nem fejlődtünk. Megvan valószínű a keret erre. Még arra ki szeretnék térni, mielőtt még teljesen kimegy a fejemből, hogy a kerületi képviselők, akikhez tartozunk, jóformán elérhetetlenek. De ezt megelőzőleg még hozzá kell tennem, hogy tulajdonképpen azt se tudjuk, hogy mifán terem, hol találhatók meg, stb. Mettől meddig kereshetők, ha egyáltalán megvan a telefonszámuk, stb. Látták önök is ezt a kis bejátszót, Varga Kálmán, aki itt született állítólag Ferencvárosban, tehát egy tőzsgyökeres ferencvárosi lakosról beszélünk, aki megkeresett bennünket. Itt több dolog is elhangzott ebben a kis filmben. Elsőként a tisztaság köztisztasággal indítsunk, erről is szoktunk egyébként beszélgetni, általában szinte minden műsorban, minden Közélet című műsorunkban felvetődik ez a kérdés. Most amiket ő itt megfogalmazott, arra kérem önöket, hogy reagáljanak. Javasolnám, hogy Takács Krisztián frakcióvezető társam kezdje, Sándor, mivel hiányzott, az előző hónapból, tehát pótolja be a lemaradást. Rendben, köszönöm szépen, viszont kétszer annyit azért nem szeretnék beszélni önöknek is, illetve nektek is meghagynám akkor így az időt. Sejtettem egyébként, hogy amikor erről beszéltünk, hogy kerületi problémákról lesz, akkor a köztisztaság szembe fog, vagy köztisztaság szóba fog kerülni, hisz ez az első olyan probléma, ami szembe jön az utcán. Viszont ugye, ahogy Kálmán úr is elmondta, ez egy nagyon-nagyon sokrétű probléma. Tehát amit elmondott, hogy a járdákat, amikor takarítják a közös képviselők, illetve a közös képviselők által felvett takarítók, lesöprik az úttestre a koszt, szerintem Ez a jelenség nagyon jól szemlélteti azt, hogy mi az alap probléma, tehát itt ez a koszt, a problémát magát, azt itt tologatjuk egymásról, és nem akarja senki megoldani, és ez az egész magja. Tehát ugye szóba került az, hogy a közterületeinket nekünk, mint önkormányzatnak kellene takarítani, ez így van, ugye ezek az erőforrások végesek, és nincs annyi takarító a világon, amennyit az emberek tudnak szemetelni. Tehát itt, hogyha az emberek, akik használják ezeket a közterületeket, azok továbbra is szemetelni fognak, akkor ezt a problémát az önkormányzat pusztán saját erőből nem tudja megoldani. Tehát az egyéni felelősség is nagyon fontos. Igen, tehát hogy itt az állampolgárok részéről is nagyon fontos az, hogy ők elmenjenek a következő kukáig, hogyha van valami szemetük. Tehát ez lenne az alap ebben a kérdésben. Felmerült még a mint köztisztaság, a kutyakaki témája. Igen. Ugye a testület nemrég hozott egy rendeletmódosítást, ugye pontosan múlt héten, ami ezt hivatott megoldani, ugye ez gyakorlatilag azt próbálja kezelni, hogy akinél nincsen ilyen kakizacsi, úgymond ilyen kutyaörülök gyűjtő zacskó, azt tudják majd a közterületesek büntetni, viszont több képviselő is ezt próbálta félremagyarázni, hogy ez itt ilyen drákói szigor, nem, és itt nem a büntetés a lényeg, hanem az, hogy az emberek, illetve azok a renitens kutyások, mert ugye ezt is nagyon fontos megemlíteni, hogy itt a kutyások egy kis töredékéről van szó, akik nem tartják be ezeket a szabályokat, nem szedik fel a kutyájuk után a kutyapiszkot, azok egy kicsit érezzék úgymond a törődést, és jobban odafigyeljenek arra, hogy felszedjék a piszkot. Ugye a köztisztaság kérdés az mindig azt szerintem, ahogy már többször említettük, ez már szerintem ciklusokon átívelő probléma. Egy apró megjegyzéssel azért, és nem szeretnék csipkelődni, de hát azért
hogy visszaemlékezve a 19-es kampányra azért ott nem csak az egyén felelősségét firtatták önök, és ugye a FESZOFE, aki ugye elméletileg a köztisztaságért felel a kerületben, az most úgy tűnik, hogy mivel kevesebb a munkavállaló, és nem csak a kerületi területeket kell, hanem fővárosiakat is részben takarítani. Erre én most éppen tegnap este találtam meg egy előterjesztés, illetve egy jegyzőkönyvben, hogy a teljes Néru partot szeretné majd a polgármester átvenni karbantartásra a fővárostól. Ez is egy olyan probléma, amire én azt gondolom, hogy oda kell figyelni, tehát hogy a társasházaknál a takarítók mindennapi takarítása az nem teljesen kivitelezhető. Tehát azért akkor azt a társasházaknak komoly anyagi fedezetet kell erre biztosítani, ez az egyik. A másik az, hogy azért a társasházak takarítói heti 2-3 alkalommal a társasházak, vagyis minden, tulajdonképpen minden másnap letakarítják a társasházak előtti területet, mondjuk hajnalban, mert ugye kuka, kihúzás, etc. És délelőtre már sajnos úgy néz ki egy társasház előtti terület, minthogyha nem történt volna semmi. Tehát ugye itt ez nehéz azért úgy kontrollálni, hogy ezt teljes egészében áthárítani a társasházakra. Ugye azért az is egy megoldás lehet, hogy segítsük a társasházakat adott esetben ebben a küzdelemben tulajdonképpen, de az, ami megoldásként most eddig volt, hogy évente egy utcára egyszeri takarítás jut egy ilyen nagy nyomásúval az FKF részéről, szerintem az nem a végleges megoldás. A kukától kukáig eljusson, csak annyi reakció, hogy azért kevesebb a közterületi szemetes, tehát hogy ott leszerelésre kerültek a kerületben is nagyon sok közterületi szemetes. Lehet, hogy itt lenne egy apró például olyan, hogyha visszakerülnének a szemetes kukák, és akkor sűrűbben talán az emberek is nagyobb hajlandóságot mutatnának erre. Én azt gondolom, hogy talán ezek ilyen apró dolgok, és valóban az egyén felelősségét nem szabad elvitatni. Én most gyalog jöttem ide, és én például azt láttam, ugye belső Ferencvárosból jöttem el ide gyalog, hogy kutyások nagyon sokan voltak, de mindenki betartotta a szabályokat. Tehát azért valami kis pozitív dolog, én negatív dolgot nem láttam, kutyapiszkot, hála Istennek nem láttam a járdán. Erről csak annyit, hogy általában soha nem látjuk azt, hogy ki az a gazdi, aki ott hagyja a kutyája után az ürüléket, de valahogy oda került, tehát igen, ezt nem tudhatjuk, ja. Hogy mondjam azt, hogy hát Kálmán bácsi, már bocsánat, hogy így hívom, de hát látásban elég régóta ismerem az úriembert, hiszen ő egy eléggé ismert Fidesz aktivista a kerületben, és hát látásban elég sokat szoktunk találkozni, még akár beszélgetni is, hogyha az utcán Sándor, találkozunk. Sándor, hogyha így van, ő neki nem lehet véleménye, mint kerületi lakos? Persze, nem. De, hát nem is értem ezt a minősítést most egyébként. Hát ő egy kerületi tudom lakos. Azt, hogy, tudom önnek azt, hogy önnek sértés, hogyha azt mondom valakiről, hogy Fideszes, én nem sértésként használom. Nem ezt mondtam, hanem nem kell minősíteni. Én viszont azt gondolom, hogy valóságban Kálmán bácsi egyébként egy látens MSZP szavazó. Mert hogy ugyanazokat a problémákat látja, mint amit a mi pártunk rendszeresen az elmúlt években jelzett, hogy ebből probléma lesz. Abból a centralizációból, amit a Fidesz végrehajtott, és az önkormányzatoktól hatásköröket vont el, és pakolta át fölsőbb kormányzati szintekre mindenféle átláthatatlan egységekbe, ennek itt az eredménye. Tehát amire mi itt 2010-től folyamatosan fölhívtuk a figyelmet, most Kálmán bácsi, minden tiszteletem az övé, elmondja, hogy hát ebből baj lett. És nézzük a köztisztaságnak a dolgát. A köztisztaságnak a dolga aznak volt egy állami dotációja, tehát konkrétan a FESZOFE hosszú éveken keresztül kapott egy állami támogatást. Ennek volt köszönhető az, hogy körülbelül 500 darab alkalmazottja volt a cégnek. Ez 2017-ben megszüntette az állam, tehát 2017 óta a kerületi cég az konkrétan fele annyi emberrel old meg ugyanannyi területet. Tehát lényegesen kevesebb munkavállalója van, mert az az állami támogatás, az a pályázati rendszer, ami ilyennyi mennyiségű ember tudott foglalkoztatni, azt megszüntették. Amit itt a frakcióvezető asszony elmondott,
azt én cáfolnám, mert itt Ferencvárosban nem kukákat vittek be, hanem kukákat helyeztek ki. Csak az én választókerületem területén 50 új kuka lett kihelyezve, olyan területek, amelyek igencsak problémások voltak szennyezettség szempontjából. Az volt nekünk nagyjából a politikánk az MSZP-DK-ban, hogy a körülbelül olyan 250 méterenként kell kihelyezve lenni egy kukának, mert akkor lehet felszámolni vagy küzdeni egyébként hatékonyan a köztisztasággal szemben. Vannak területek, ahol még nyilván kell kihelyezni kukákat, de folyamatosan végződik egyébként a feszofe részéről az, hogy kukákat helyeznek ki. Azt is azért mondjuk el, hogy ebben a ciklusban vásároltunk utcaseprőgépeket, tehát ugye ezzel igyekszünk azt a problémát, hogy kevesebb munkavállaló van, tehát mert hogy a kormány megszüntette ennek az állami támogatását, valahogy ellensúlyozni, mert ugye gépekkel gyorsabban lehet egyébként hát, takarítani. De összességében azért messze nem azt mondjuk egyébként mi sem, hogy még ezeken a területeken nincsen, vagy minden rendben van. De azért azt is tudni kell, hogy azért Budapest önkormányzata a legbonyolultabb önkormányzat szerintem Európában, mert itt a hatáskörök azok vannak valahol államnál, vannak valahol fővárosnál, vannak valahol magántulajdonban, vannak valahol kerületnél. Tehát gyakorlatilag sok királyság, és ugye azt tudjuk, hogy, szóval, hogy ahol ennyi felelős van, ott általában a feladatok nincsenek megfelelően elvégezve. Hogyha már itt tartunk, hogy ilyen sok hatóság van, vagy sok felügyelet, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, akkor nyilván a lakó, az egyszerű lakó nem tudhatja például azt, hogyha itt ugye volt például arról is szó, hogyha már itt tartunk, hogy az iskolánál a Tinódi és a Mester utca sarkánál a tábla, hogy táblát kellene kihelyezni, mert hogy baleset veszélyes, és ugye, hogy a gyerekek járnak át a gyalogátkelőnél, hogy például az kinek a területe, vagy az kinek kellene szólni, ki az, aki tud ebben lépni és segíteni? Hát az gyakorlatilag az a Budapest közútnak a feladata, és csak ő képes arra, hogy ezeket változtassa, hisz ugye a közlekedésben azért úgy működik, hogy ott nagyon sokszor felüti a fejét a pillangó hatást, tehát hogyha mondjuk egy utcában kiteszünk egy táblát, vagy valamiféle olyan változtatást hozunk, ami ott a forgalomra hatással van, akkor lehet, hogy mondjuk az adott önkormányzat ezt nem veszi észre, de fél kerülettel arrébb egy másik kerületben ez hatalmas problémát tud okozni, mert valahol torlódások lesznek emiatt. Tehát pont ezért a Budapest közút ezt az egész városra kiterjedően vizsgálja, és ők tudnak ilyen beavatkozásokat csinálni. Hát én most azért reagálnék egy-két dologra. Ugye azt mondta a Torzsak frakció vezető társam, hogy ugye, hogy az nem igaz, hogy kevesebb a kuka. Hát akkor én valótlanságot mondtam, de hát én ezt az információt a Feszofe beszámolójából vettem. Tehát akkor ezek szerint az önök által megválasztott igazgató által elkészített beszámolóban valami nem jó van megírva, hiszen én onnan vettem az információt. Ez az egyik. A másik, hogy ugye centralizálásról ír, én azt gondolom, hogy és ebbe belekeveri most hogy kevesebb állami támogatást kap a Feszofe. Hát azért itt van egy kis kavar ebben a történetben, ugyanis ez amiről ön beszél, 17-ig, 15-16-17-ben még ez a közmunkaprogram volt, ugye? Amire pályázni kellett. Hát ha most nem pályázunk, akkor hogy kapunk támogatást? Ja. Csak kérdezem, ez az egyik kérdésem, a másik. A közmunkaprogramnak pont az volt a lényege, hogy az átmeneti időszakban, amíg valaki nem tud elhelyezkedni, addig valamilyen módon segítse egyébként őt a megélhetésben. Ami azt jelenti, hogy ha kevesebb ember van, egyrésztről ugye a közmunkaprogramban már amit lehet egyébként bérként kifizetni a piaci szférában, illetve egyéb más területeken a bérminimum az magasabb már. Tehát ez azt jelenti, hogy a minimál bér mivel megemelkedik, de folyamatosan emelkedik, tehát az, aki a közmunkaprogramban egy időben
olyan összeget kapott, ami több volt, mint a minimálbér, akkor egyértelmű, hogy ott volt. De aztán miután el tudott helyezkedni, és azért el tudtak helyezkedni, hiszen ott nem csak az utcatakarításról van szó, hiszen varoda van, nyomda van, tehát ott szakemberek vannak, azt ne felejtsük el, mindent kertészek vannak, tehát hogy azért nagyon sok minden van a FESZOFE működésében, ami egyébként adott esetben a szakembereket is vonzotta, és aztán ők el tudtak később helyezkedni. Tehát én ezt így lesarkosítani, illetve féligazságokat elmondani, én azt gondolom, hogy ezt helyre kellett, hogy tegyem ezt a dolgot. Mindenképpen. Arról nem beszélve, ugye, hogy egyébként ebben a ciklusban már önök többször beszéltek arról, vagy bizottság és testületi üléseken a FESZOFE igazgatója elmondta, hogy kevesebb a közmunkás ugye a cégnél, tehát rendes alkalmazotti állománnyal kellene neki feltölteni az üres álláshelyeket. Ugye, és ez alapján kell egy olyan gárdát összerakni, amivel a köztisztasági feladatokat el tudja látni. Hát ezért is többek között ezért is kapott több támogatást a FESZOFE a költségvetésben, már a tavalyi évben, ha jól emlékszem, hogy pontosan ezt a folyamatot el tudja kezdeni. Azt nem mondom, hogy még a végén van, de hogy el tudja kezdeni. Frakcióvezető asszony, akkor kapaszkodjon meg, nem csak Budapesten nem lehet pályázni a közmunkaprogramra, nem Táborfalvától Szobig, mert a központi régióban megszüntette a Fidesz ezt a lehetőséget. Sajnálom, lehet, hogy ön nem értesítették erről. Pályázati ezért lehetőségek tud, mindig vannak, ezért, csak ha ennél leragadunk, tud, akkor ezért, úgy ezért az nehéz. Tud. És csak ezért, a közmunkaprogramban volt pályázat? Tud, hát emlékezzünk már vissza, amikor, hogy az előző amikor, időszakban amikor, milyen pályázatokon vett részt a FESZOFE. Nem csak ebben a ilyen pályázati formában vett részt, rengetegféle pályázaton vett részt. Meg kell nézni, hogy amikor, milyen összegeket és milyen támogatásokat kapott. Amikor frakcióvezető asszony számomra szokta hányni, hogy a szavamba vág, akkor teljesen igaza van, de hívjam föl, kérem a figyelmét. Hát most gondoltam, hogy éreztettem, hogy milyen az. Ismét ezt teszi. Hogy milyen az. Tehát hallgassuk meg egymást. Én figyelmesen meghallgattam önt, és nagyon megtisztelne engem, hogyha meghallgatná, mert én nagyon figyeltem arra. Csak a demagógiát nehéz csöndben végighallgatni. Harmadjára vág frakcióvezető asszony a szavamba. Szóval, tehát Budapesttől Pest megyén keresztül nem lehet pályázni a közmunkaprogramokba. Én nagyon köszönöm szépen, hogyha ön tud olyan pályázatokról, amelyekre lehet pályázni, csak az a helyzet, hogy a központi régió szinte minden pályázati programból ki van zárva, valóban vannak pályázatok, támogatja a kormányzat a falvaknak a felvirágoztatását, támogatja a kisvárosoknak a felvirágoztatását, csak mi Budapesten élünk, és nekünk Budapesten fele pénzből kell ellátnunk ugyanazt, és fele ember állománnyal kell ellátnunk ugyanazt, mint amit önöknek kellett ellátni. Szerintem ahhoz képest egészen jól álljuk a sarat. Most beszélhetek? Szabad? Akkor mondom, tehát több mint 1 milliárd forintot kap most a FESZOFE. A előző városvezetés alatt 800-valahány millió forint volt a... Akkor miről beszélünk, hogy kevesebb pénzről van szó? Arról frakcióvezető azt mondja, hogy közben azért volt egy 35%-os infláció az országban. Tehát, hogyha ön azt mondja, hogy önök alatt 800 millió forintból működt, most meg 1 milliárd forintból, akkor az inflációt lett kompenzálva egyébként a FESZOFE-nél. Tehát nominálisan ugyanakkor a pénzből működik, de ehhez felül, ami nem jelenik meg a kerületi költségvetésben, a FESZOFE-nek ugye van önálló, mert ez egy cég önálló pénzügyi bevétele, és ez az önálló pénzügyi bevétel, ugye ez a FESZOFE pályázott, ami nem látható a költségvetésünkben, az hiányzik egyébként a FESZOFE-től. Egyébként lehet, hogy egy adott alkalommal a FESZOFE igazgatóját is érdemes lenne bevinni a beszélgetésbe, hogy ő is bekapcsolódjon és elmondja. Lépjünk tovább akkor Varga Kálmának. Volt itt még néhány felvetés, a jusson idő, amire csak lehet. Ugye a másik a nyilvános WC-k, hogy kevés a nyilvános WC, illetve hát az, talán úgy fogalmazott, hogy nincs is nyilvános WC. És hogy az idősek, vagy akár, tehát hogy bárki, akinek hirtelen szükséges, nem nagyon tud hová menni, max bekéreckedik a éppen közelben lévő étterembe vagy vendéglátóhelyre, és akkor ott kér arra lehetőséget, hogy használhassa a toalettet. Hogy erre van-e bármilyen megoldás, van-e bármilyen lehetőség, hogy esetleg több nyilvános WC, vagy legalább legyen,
legyen itt a Mester utca környékén, ha már itt vagyunk most éppen? Ha lokálisan akarjuk nézni a Mester utca környékét, akkor ugye arra azt tudom mondani, hogy tehát ugye Ipar utcában történt, vagyis hát az Ipar utca mellett volt az interjú, tehát az a környék, ugye ott van a Tinódi Park. Igen. És ott Szilágyi Zsolt képviselőtársam, már nem tudom, hogy hány éve, úgy tudom, hogy 2 éve indította el azt a projektet, hogy a Tinódi Parkban legyen egy nyilvános WC, de ez a városvezetés útvesztőjében valahogy elakadt. Tehát egyébként a politikai szándék erre megvan több területen, tehát én magam több éve birkózva ugye itt szóba került a felelősségi körök kérdése, tehát az, hogy a Néru parton tudjunk létesíteni egy nyilvános WC-t úgy, hogy önkormányzat rá segít, fővárosi terület, illetve egy magáncég is besegítene, ez iszonyatosan lassan történik ez a dolog. Ugye, nyilvános WC-kre elsősorban az olyan területeken van szükség, mint a Tinódi Park, tehát Kerekerdő, a Haller Parkban már készül egy nyilvános WC, ugye mondtam a Néru partot, a Bakács tér is egy érdekes hely ilyen szempontból, tehát hogy ott ugye már gyakorlatilag elkészült egy nyilvános WC, csak még nem nagyon hagyják megnyíni, hogy a Bakács bunker is létrejöhessen erre hivatkozva. Tehát itt vannak sajnos ilyen negatív oldalai ennek a történetnek, viszont azt is nagyon fontos egyébként megemlítenem a nyilvános WC-k tekintetében, hogy sajnos ez a történet egyáltalán nem olyan egyszerű, hogy egy nyilvános WC-t létrehozunk, és azonnantól működik és kész. Tehát egyrészt azt működtetni kell, általában ez 1-2 éven belül működési költségben is annyiba kerül, mint a létrehozása. Tehát a nyilvános WC az nem egy profitabilis dolog, szerintem nem is kell annak lennie, hisz ez is egy köztisztasági kérdés, hogy a nyilvános WC-ben tudják emberek a dolgukat végezni, és ne egy bokorba kelljen a 2 éves kisgyereket pisiltetni a játszótér mellett. Viszont amit még fontos megemlíteni, hogy rengetegen egyébként ellenzik a nyilvános WC-k létrehozását, mert sajnos azt tapasztaljuk, illetve tapasztalhatjuk, hogy fogalmazunk úgy, hogy nem rendeltetésszerű használatot. Tud maga után vonni egy nyilvános WC létrehozása, és ezért ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, viszont mindenképpen szeretnénk több helyen létrehozni ilyeneket, de ugye azt persze rendesen kell csinálni, és utána rendesen fogjuk működtetni őket. Egyébként én azt gondolom, hogy ez más kerületekben, tehát ez város szinten probléma, nyilvános WC-k szerintem régen voltak egyébként, akkor sem voltak annyira tiszták, mert hát nyilván itt is az egyéni felelősség, ugye, aki használja, hogyan használja, de hogyha egy bevásárlóközpontban megy be az ember, ott is látja, hogy ott sem tudják az emberek rendeltetésszerűen használni, szóval ez tényleg egy nehéz kérdés, azt gondolom. Hát igen, a nem rendeltetésszerű használat az a Markus Oszki téren csúcsosodik ki, azért azt lehet elmondani, sajnos. És ebben nem az önök, tehát még mielőtt Torzsa... Nem tudom, mire gondol. Frakcióvezető társam. Hát tudom, tehát az belső Ferencváros. Nem értem a problémát, hogy mire gondol. A Markus Oszki téren van egy nyilvános WC, amit nem teljesen a rendeltetésének megfelelően használnak bizonyos személyek. Tehát ugye azért a tavalyi télen is volt, meg az előző télen is, hogy ott beköltöztek, és azt éjjeli szállásként használták, illetve... Most nagyon próbálok nagyon piszi lenni. Más szolgáltatásokat vettek ott igénybe, mint amire ez egyébként eredetileg ki lett találva. Igen, ezt a Haller Park ugye ott most megfog, a Tinódi az küzd Szilágyi képviselőtársunk az útvesztőkkel, viszont azért egy fontos dolog van, tehát hogy azért a metró aluljáróknál azért mindenhol található, ha jól emlékszem, nyilvános WC, és azért elég kultúráltak a körülményekhez képest. És akkor itt rátérhetünk egy a Varga úr által mondottra, ugye viszont a megközelíthetőség ugye nem mindegyik aluljárónál a kerekesszékeseknek és a babakocsival közlekedőknek valóban ebben van. Így van, de én azt gondolom, hogy ezekkel a közterületi WC-k, amik most ugye Takács frakcióvezető társam felsorolt, én azt gondolom, hogy azért ezzel egy részét a problémának meg tudtuk oldani, és további lehetőségeket természetesen keresni kell, de azért ezzel nagyon óvatosan kell és körültekintően bánni. Szóval a Tinódi Parknak a története is azt mutatja, hogy
ahova nyúlunk, ott kupleráit találunk, mert ugye hát a WC az azért akadt el, mert kiderült, hogy a Tinódi Parknak a terület az BKV tulajdonban van, és nem Ferencvárosi önkormányzati tulajdonban. Tehát elképesztő mértékű rendezetlenség van a közterületeinkben, amiket sajnos azt kell, hogy mondja, minden városvezetés megspórolt, hogy rendbe tegyen. Viszont van egy pont, amikor a fejlődésnek a gátja az, hogy a tulajdoni viszonyok nincsenek rendezve. A tulajdoni viszonyok rendezése meg egy nagyon hosszas, bürokratikus folyamat, letárgyalnak különböző szereplőkkel, megállapodásra jutni, stb. Stb. Ezek folyamatban vannak. Nem egy olyan területet tudok egyébként Ferencvárosban, ahol nem azért állnak bizonyos fejlesztések, mert nem látjuk, hogy meg kell csinálni bizonyos munkákat, hanem egész egyszerűen a tulajdonosi szerkezete olyan, hogy nem nyúlhatunk hozzá, ameddig minden tulajdonosnak a hozzájárulása nincsen meg hozzá. És ez bizony sokszor éveknek a munkája, mire ezeket a papírokat, meg ezeket a dolgokat rendbe tesszük, mert ezek bonyolult történetek. A nyilvános WC-kkel kapcsolatosan azért azt érdemes megjegyezni, hogy lehet, hogy még most is hatályos, de régen volt egy olyan rendelet vagy törvény, hogy a vendéglátó ipari egységeknek kötelességük az utcáról betérőknek a nyilvános illemhelyet rendelkezésre. De most ebben igaza van, mert a Néru parton van egy olyan, most jutott eszembe, ott van egy vendéglátóhely, akinek igen, úgy adtunk terasz igen engedélyt, ha arra gondol, hogy be kell, hogy engedje, akik igen, a Néru igen parton. Ez régebben is így de ez volt. Most, ugye, ez most is ez régebben is így volt. De akkor ez most egyetlen egy helyen van. Nem. Most én a Néru parton tudok beszélni. Nem. Tehát akinek van egy vendéglátóipari helyisége, igen, volt erre egy rendelet, hogy neki kötelessége volt azt a WC-t, amit ő működtet, nyilvános WC-ként működtetni, és oda beengedni egyébként a betérőket. Az, hogy ez mennyire volt jó, mennyire nem volt jó, de az biztos, hogy ez a rendelettel azt értük el, hogy a nyilvános WC-knek a száma az radikálisan lecsökkent. Ezt lehet egyébként firtatni, de az, hogy olyan WC, hogyha most mi összeadnánk, ami közszámára elérhető itt Ferencvárosban, az gyakorlatilag, már bocsánat, hogy azt mondom, de minden utca sarkon van, igen, ehhez be kell térni egy vendéglátóipari helyiségbe, ott azt ingyenesen elvileg tudják használni, de a vendéglátóipari elvileg helyiség, de a vendéglátóipari helyiség az szabhat fel, ugyanúgy, ahogy a közterületen 100 forint, nem, 100 forint vagy 50 forint? Forintot szoktak egyébként kérni ezért, de fogyasztáshoz nem szabhatná elvileg, tehát elvileg azt tiltja ugye ez a rendelet, de az, hogy ez most hatályban van, nincs hatályban, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, ezt érdemes lenne egyébként utána járni. Ugye a másik, amit ugye itt Takács frakcióvezető társam kezdette pedzegetni, és ugye ez a, én rendszeresen olvasom a kiváló Metropol nevű újságot, mert általában két probléma van. Az egyik probléma az, ha van nyilvános WC, a másik probléma, ha nincs nyilvános WC. Tehát látjuk, hogy a Blaha-Lujza téren csináltunk nyilvános WC-t, ugye ott a főváros csinálta meg, ott folyamatosan az a probléma, hogy ott van nyilvános WC, illetve a nyilvános WC-nek az állapota. Most azt azért el kell mondani, hogy olyan nyilvános WC nem lesz, amit gyakorlatilag óránként takarítanak, és azt a higiéniai állapotot, ami elvárható lenne egy ilyen nagy forgalmú nyilvános WC-n, az konkrétan óránkénti takarítással lehet elérni. A Plázánál, amit ön is hivatkozott, ott konkrétan óránkénti takarítás van, és mégis milyen állapotok vannak ezekben a WC-kben. Itt van erre valami nagyon jó példa? Bárhol nyugatabbra tudnak esetleg ilyenről, ahol ezt tudják jól kezelni, mert ez tényleg egy olyan kérdés, ami szerintem szinte megoldhatatlan. Van jó példa, tehát léteznek már ilyen öntisztító WC-k, amik gyakorlatilag saját magukat megtisztítják minden egyes használat után, illetve gyakorlatilag feltőtleníti is az egész helyiség saját magát, csak ezek a megoldások sajnos egy önkormányzat, főleg egy magyarországi önkormányzat büdzséjéből egy kicsikét kilógnak. Viszont egy képviselő úr említette a Néru partot, ott azért fontos megjegyezni, és akkor itt tehát nem pártokra mutogatás, tehát annak egyébként az a története, annak az épületnek, hogy azt, amikor a Néru partot felújították, akkor azt WC-nek tervezték meg.
Csak aztán valakinek eszébe jutott, hogy hát végül is több pénz lenne abból, hogyha azt eladnák így vendéglátóhelynek. Ez megtörtént, és azóta is akként üzemel, és aztán utána persze eszébe jutott az illetékeseknek, hogy oké, viszont így most WC-nk nincs, de tehát ilyen problémák vannak akkor, amikor a profit megelőzi a közszolgálatot. Bocsánat, ott működött nyilvános WC. Jó, azért a Néroparton, azt a Néroparton, ott működött, tehát a vendéglátóhely mellett volt egy nyilvános WC. Egyébként csak annyi, hogy a Dózsa frakcióvezetőtársam, úgy látom, hogy nagyon kampányüzemmódba kapcsol, de én csak simán szeretnék reagálni arra, hogy kupleráj. Hát ha most bocsánat, de önök nem vették 4 évig észre, hogy melyik terület hova tartozik, tehát ez most szembesülünk ezzel. Azt mondja, hogy és egyébként ez eddig senkinek, egyik városvezetésnek se tűnt föl, de föltűnt, csak meg tudott állapodni a BKV-val. Tehát olyan egyességeket és olyan úgy tudott működni, hiszen akkor is volt ott a Tinódi Parknak felújítása, ott mindenféle volt. Most is én úgy tudom, hogy van megállapodás a BKV-val, tehát ez nem fedi a valóságot, hogy nincs, hát a bizottság, a szakbizottság erről döntött, hogy megvan a megállapodás, és egyébként a BKV semmilyen akadályt nem gördít a nyilvános WC létesítése ellen. Ez a filozófia beli különbség köztünk, hogy szerintünk. De ez egy fontos dolog, és ezt szerintem mindenki érti, hogy az nem egy hatékony működés, hogyha van egy terület, ami igazából a miénk, tehát mi tartjuk fönn, de más a tulajdonos, és minden egyes alkalommal meg kell állapodni az a tulajdonossal. Akkor tudunk egyébként egy hatékony működést elérni az önkormányzat életében, ha a tulajdoni jogviszonyokat rendezzük, és tényleg nem kell minden egyes fűnyírásért a BKV-hoz fordulnunk, hogy tessék már megengedni nekünk, hogy lenyírják a füvet. Most egy kicsit túloztam ezzel a történettel, de szerintem érthető, hogyha tényleg ott hozzá akarunk nyúlni, például a Tinódi Parkhoz, tehát fel akarunk újítani valamit, a tulajdonos a BKV, minden egyes alkalommal a BKV-nak a nagy, bonyolult döntéshozatalára is várnunk kell. Sokkal logikusabb, ha rendezzük a tulajdoni viszonyokat, hogy soha többet ne kelljen várnunk a BKV, nem szabadon, a mi ütemünkbe tudjunk egyébként fejleszteni. De ez nem csak a Tinódi... ez fővárosi cég, hát a fővárosban önök vannak többségben a közgyűlésben. Tehát attól még annak... Nem tudják ezt előterjesztéssel ezt megoldani? De teljesen mindegy, akkor is két döntéshozatali rendszeren kell átmenni egy helyet. Tehát hogyha mit tudom én, önök lennének, akkor is így lenne. Ha nem önök lennének, akkor is így lenne. Tehát sokkal logikusabb az, hogy valami gyorsabban... sokkal logikusabb. Szerintem ne filozofáljunk, mert elmegy az időnk. Szerintem ezt mindenki érti. És a Takács frakcióvezető társam meg nem jut megint szóhoz tőlünk. Szerintem azt mindenki érti. Szerintem azt mindenki érti, hogyha egy döntéshozatali mechanizmuson megy át valami, vagy 2, 3, 4-en, akkor az lassítja az időt. Ezt lehet, hogy önök nem érti, de nem véletlenül nem önök vezetik ezt a kerületet. Még két kérdés, amit mindenképpen, amire szeretném, hogyha reagálnának. Az egyik ugye, hogy itt már említettük, hogy a babakocsi, kerekesszék, bármilyen közlekedési eszközzel, akár a villamosra, járművekre felszállni, ugye itt az alacsony padlós villamosokról is szó van, illetve ugye azt is említette Varga Kálmán, hogy például a járdáknál, hogy milyen nehéz átmenni, hogy nagyon magas a patka. Ez lenne az egyik, és most elmondom a másikat is azért, hogy haladjunk az időben, az pedig a képviselők elérhetősége, ami szintén kérdés volt, akkor ezzel fogjuk majd zárni, jó? Úgyhogy akkor kérem, most először reagáljunk a közlekedés kérdésére. Igen, tehát ugye itt egyrészt a járdák kérdése merült fel, illetve ugye, amit ő is említett, a villamos, ott gondolom az 51-es villamosra gondolom, igen, hiszen Mester utcában készült az interjú. A járdák kérdésével... Meg ott is él, igen, az Ipar utcában. Igen, tehát azzal maximálisan egyetértek, ugye rengeteg helyen egyébként Ferencvárosban már akadálymentes járdák vannak, ahol tehát ilyen sűjesztett módszerre gyakorlatilag az útes szintjére ereszkedik le a járda. Ez persze... úgymond addig nem elég, amíg nem lesz teljes Ferencváros akadálymentes, de ugye több utcában csináltunk ilyet ebben a ciklusban is, hogy akadálymentesítettük vagy ilyen módszerrel. Például a képviselőtestület nemrég fogadta el az előterjesztésemet, ami teljes belső Ferencváros akadálymentesítését célozta meg, csak ott nem ezzel a lesülyeztéses módszerrel, hanem megemeljük majd az utca szintjét ott, ahol ugye említettük a felelősségi kérdéseket. A Budapest közút majd ezt nekünk megengedi, hisz ez is attól függetlenül, hogy ez egy akadálymentesítési
projekt, itt forgalmi vonatkozásai is lesznek. Tehát itt megint bejön az, hogy nagyon-nagyon sok különböző szereplőnek kell akár ilyen kérdésekben is egyeztetnie. A másik a villamos, ugye itt az 51-es villamos kérdése, hiszen 4-6, ami még ott szomszédos, az már szerencsére alacsony padlós. Itt ugye szerettük volna azt, hogy ezeket az új fonódó villamosokat állítsák szolgálatba, amikor a BKV még berendelt 20 darab ilyet egy opcionális szerződés keretében, és erre a frakciónk több képviselő segítségével, ugye Torzsa képviselő úr is többször segített nekünk, gyűjtöttünk aláírásokat, több mint 1000 aláírást összegyűjtöttünk, és ezt be is adtuk Karácsony Gergely főpolgármester úrnak. Viszont sajnos ezzel az a probléma, hogy azon a vonalon addig nem tudják a fonódó villamosokat szolgálatba állítani, amíg nem alakítják át az összes peront egyrészt úgy, hogy őket tudják fogadni, mert több helyen az van, hogy még a fellépésnél oké, de hogyha beállna a fonódó, akkor mondjuk lenne egy 20-30 centis rés a villamos padlója, illetve a megálló peronja között, aminek úgy sincs, tehát annak sincsen semmi értelme, hisz ugyanúgy nem lehetne akadálymentesen igénybe venni, tehát egy kerekesszékes, egy babakocsis, ugyanúgy azt a területet. De akkor az elindulott ez a folyamat? Tehát ennek a... Ez egy több milliárdos fejlesztési projekt sajnos. Tehát ezt leírták, hogy erre jelen ciklusban előre láthatólag nem lesz pénz, ha csak nem Európai Uniós forrásból tudnak erre pénzt keríteni. Erre ugye van is pályázat, ők jelentkeztek is, de ez még idő, amíg ez kiderül. A Kálmán bácsi ebből is látszik egyébként, hogy MSZP szavazó, látens MSZP szavazó, mert hogy talán sokan emlékeznek rá, hogy a Tarlós éra úgy szerette volna felújítani a hármas metrót, hogy nem akadálymentesíti a megállókat, és az MSZP aláírás gyűjtésbe kezdett, és összeszedtünk sok 10 000 aláírást főváros szerte, hogy már pedig akadálymentesítve legyen felújítva a hármas metró. Ezt átadtuk, akik a Nagyvárad tér és környékén élnek, vagy a más metró megálló környékén, azok pontosan tudják azt, hogy ez nem csak a metró akadálymentesítésével járt, hanem a közterületeink akadálymentesítésével is. Új zebrák létesültek, illetve liftekkel megközelíthetővé vált a metró. Hát érdekes. Ja, bocsánat, ne haragudj. Jaj, ne haragudjon, azt hittem, hogy betetszett fejezni. Ne haragudjon, nem figyeltem, nem voltam elég éber. Nem csak annyira figyeltem ezt a filozófiait, hogy el... Látom, jegyzetelt. Igen, jegyzeteltem, hogy nehogy véletlenül valamit rosszul mondjak, és nehogy az legyen, hogy MSZP és DK-sozok, mint ahogy ön fideszezik, tehát én ezt nem szeretném, ezt a vonalat, és nem szeretnék idáig lesüllyedni. Viszont ugye annyi hozzátennivalóm van, hogy egyébként a hármas metrónál is az akadálymentesítés az ugye, amit mondott, az sem felel meg a valóságnak, de ebben már ne is menjünk bele, mert valóban én azt gondolom, hogy van a másik téma, amiről még lehet, hogy tudnánk beszélni, és azt gondolom, hogy ez többet érne. Annyit viszont, hogy ugye az, hogy nem minden kerületi kézben van, ugye a közútnál vagy BKV-nál van, azért ennek vannak szerintem technikai megközelítése is, mert ugye azért főleg a belső és középső Ferencvárosban azért mindenhol járdák, mindenhol közművek futnak. Azért azt nem biztos, hogy jó, hogyha ott mindenki szabadon, akár a kerület, vagy akár a BKV, mert ugye mind a kettőnek kell a másik felé jelezni, hogyha valamit ott csinál, felbontja a csőtörésnél, bekötésnél, kikötésnél, ott ugye egymás értesíteni kell. Szerintem azért ez egy fontos lépés így, hogy adott esetben ne, hogy olyan helyen próbáljunk mi meg járdát az önkormányzat felújítani, mert ugye az először bontással jár, ahol mondjuk alatt a közműfot is, azt mondjuk az önkormányzatnak nincs az információ a birtokában. De lehet, hogy én gondolom rosszul, de majd Torzsa frakcióvezetőtől megtudjuk. Igazából nem tudom, hogy érti, hogy mire gondolok, én tehát értem, hogy nekem ez az egy, ami én értem, a problémám de, tehát, hogy ennyire azért technikai részletekben nem menjünk bele, de tehát, hogy csak két mondat, hogy ez úgy néz ki, hogy van egy központi rendszer, ami Ilyen rögzíti rossz. Azt, mint egy kvázi térkép, hogy hol milyen közmű fut. És Igen. azt az összes ilyen szereplő látja, az kérdés, hogy a rendszerben szereplő adatok nem mindig felelnek meg a valóságnak, de itt együttműködünk. Itt ugye arra gondoltam, hogyha egy ilyen emelt szintű
gyalogátkelő helyet hozunk létre, akkor az forgalmi hatással is jár, és ezért a Budapest közutat be kell vennünk. Értem. Képviselők elérhetősége lépünk, igen. És ez az utolsó témakör. A Kálmán bácsi látszik egyébként, hogy biztos vagyok benne, hogy láttam sem az PDK szavazó. Én is készültem. Igen. Tehát a Kálmán bácsinak mutatom nagy tisztelettel, hogy hogyha önnél MSZP-DK-s önkormányzati képviselő lenne, akkor találkozott volna ilyennel a postaládájában, ahol itt látja, megtalálhatóak a fogadóórának az időpontjai. Ez az idei. Az én választókerületemben minden évben kaptak a választópolgárok egyet, ahol szintén rajta van az összes fogadóórának az időpontja. De hogyha kinyitjuk a Ferencváros újságot, mert ugye Kálmán bácsi azt mondta, hogy nem lehet elérni a képviselőket, akkor valóban igaza van, csak az MSZP-DK képviselői azok, akik tartanak fix fogadóórákat. Valóban egyébként vannak képviselők, akiknek egy e-mail cím például Gyurákovics Andrának megvan adva, már telefonszámát se adta meg a kerületi lakóknak. Tehát Kálmán bácsi, a fideszes képviselők nem tartanak fogadóórát, hogyha ön azt szeretné, hogy elérhető képviselői legyenek, akkor tisztelettel arra kérem, hogy a következő választáson az MSZP-DK-ra voksoljon. Hát igen, nehéz úgy, hogyha ha kérem, hogy írják be a telefonszámomat, de nem kerül be. Akkor úgy nehéz megadni. Sajnos. De ez egy olyan dolog. Frakciót, azt, hogy, ez egy olyan dolog. Nincs rajtam a szemüvegem, nem kiadok egy ilyet. Most a fogadóórák hiányára, most azért is mi a Fidesz vagyunk a hibásak? Hát az, hogy nem tart fogadóórát, azért nem, a nagy hát hibás. Azt most a Kálmán bácsi arról beszélt, hogy nem tudja az elérhetőségeit a képviselőknek. És azt is említette, bocsánat, az nem volt benne a kis bejátszóba, hogy a fogadóórákról sem tud, mert hogy azt mondta Kálmán bácsi, hogy nem tudja elérni a képviselőit. Hát Kálmán bácsi valószínűleg egy olyan körzetből, akik az MSZP-DK-nak a képviselője van, mert mutattam, hogy amik képviselőink vannak, ott ilyen tájékoztatás van a fogadóórákról, de egyébként mutatom a frakcióvezető, aztán látja, itt van rajta a telefonszámunk, e-mail címünk. Ferencsőjön, tegye oda-vissza nyugodtan abba a dossziéba, jó helyen voltak. Akkor most hát Gyurákovics Andrea, csak szavába szóltam. Nem, sem én. Ennyi a hozzáfűzni valom nincs. Tehát én nem hiszem, hogy... De mi lehet a megoldás ahhoz, hogy a lakók értesüljenek, hogy tudjanak arról, hogy éppen ki a képviselőjük például. Én fontosnak tartom például a kerületi tévénél, mert ugye ez azért van, a kerületi tévénél ott van egyébként, és ott volt is, ha jól emlékszem, egy olyan, ahol a körzetben, tehát hogy melyik körzetnek ki a képviselője, bár most már azt azért az elmúlt 6 percben megtudtuk, hogy Torzsa Sándor az MSZP-DK körzet felelőse, és micsoda fantasztikus munkát végez. Nem, bocsánat, nem csak egyedül, kérdez, tehát hogy nyugodtan nézze, szedje ki még egyszer, így van, még mutassa már még egyszer. Másik, Hidasi Gyulát kéne, de itt is van a másik oldalon, igen, és kicsibe is. Mert hogy ott van rajta. Jó, helyes. A televízió egyébként egy jó megoldás lehet, igen, amennyiben itt van a telefonszámos rajta. Varga Kálmán is nézi mondjuk a televíziót, és láthatja ott, hogy a itt képviselők megszólaljanak, ugye, hogy kinek melyik a körzete, hol elérhető, ez nekem egyébként valóban egy jó megoldás. Igen, ez törvényi kötelezettsége, bocsánat, a képviselőknek az MÖTV-ben tájékoztatta a lakosságot. Ez le van írva. Tehát ez, bocsánat, nem mondja azt, hogy van pénz, hogy ön is kap tisztelet. Akkor erre talán meg is találtuk ezt a megoldást. Önnek is be kéne tartani a törvényi kötelezettségét. Mi ezt csináljuk. Hagyjuk még szóhoz jutni a Takács Krisztián. Szeretném, csak én azért hallgatok. Igen, ez bocsánat, ez már egy kicsit komikus volt itt a lobogtatás. Bocsánat, én magam például nem tartok fogadóórát. Nem komikus történet az egyébként, és tökre igaza van Kálmán bácsinak, hogy képviselők nem tartják be az MÖTV által kötelezően elrendelt feladatokat. Tehát bocsánat, én csak azért mutattam ezt meg, hogy ennek így kéne kinéznie. És azban tökre igaza van egyébként, és tökre igaza van a választópolgároknak az, hogy ezt el kéne várniuk egyébként az önkormányzati képviselőktől. És én meg tudom mutatni. A frakcióvezető azt, hogy nem tudja megmutatni azt, hogy hol vannak azok a tájékoztató anyagok, amelyeken ott van a képviselőknek, a fogadóórá és stb. Ez nem Sándor, komikus. Sándor, magának mi baja van ma velem? Hát nem, semmi. Nem is én beszéltem, semmi. Hanem az a Takács Krisztián. De most Krisztiánt is hagyjuk szóval. Az igazság, hogy teljes mértékben igaza van neki.
De erre mondom, van meg. Igaza van, pedig kétlem egyébként, hogy Kálmán bácsi így behatóan tanulmányozta volna az MÖTV-t. Tehát visszatérve, tehát én magam nem tartok rendszeres állandó fogadórát, és ennek alapvetően kettő oka van. Egyrészt ugye önkormányzati helyiség olyan nincs, tehát hogy például Ferencvárosban nincsen képviselői iroda, ami mondjuk máshol sok helyen van, ahol mondjuk ilyet tudnánk, meg tudnánk ejteni. A másik pedig az, hogy mivel belső Ferencváros is például demográfiailag eléggé változatos, tehát például engem keresett meg olyan választó, aki azt mondta, hogy ő délig ér rá, viszont szeretne megbeszélni velem valamilyen problémát, keresett meg olyan választó, aki azt mondta, hogy ő este 6 után tud csak leülni, viszont neki is lenne egy nagyon fontos input, amit szeretne nekem elmondani. Tehát, hogyha tartok egy fogadóórát, akkor gyakorlatilag azt ugye rendszeresen ugyanabban az időpontban kellene tartalom, az egyik ilyen réteget azt már alapvetően ezzel kiszűrném. Tehát nekem le van írva, hogy ott vannak az elérhetőségeim, ott van az e-mail cím, ott van a telefonszám, ugye Facebook oldalam is van, oda is rengetegszer írnak. Tehát rengetegen meg tudtak találni, ezzel korábban egyébként nem volt probléma. Volt, aki jelezte, hogy nehezen sikerült, de tehát, hogy Takács Vezeték nevű képviselő 3 is van Ferencvárosban, ez lehet, hogy közrejátszott ebben a sztoriban, de aki egyébként akart, az meg tudott találni. Olyan szempontból igaza van Kálmán bácsinak, hogy az elérhetőségeink megtalálása nem mindenkinek lehet egyszerű. Tehát például, amit a frakciónk nagyon-nagyon sokszor mondott már, hogy a kerületi médiának online térben is meg kellene jelennie, az ezt nagyon leegyszerűsíteni és nagyon megkönnyíteni, mert főleg a fiatalabb generáció, ők már nem nagyon használnak offline médiát, tehát például nem nagyon olvassák az újságot, van, aki ugye az online részét olvassa, úgy meg tudja találni, de aki mondjuk online nem nagyon találja meg ezeket a dolgokat, akkor inkább úgy van vele, hogy hagyja a fenébe. Tehát például, hogyha lenne rendesen működő online kerületi médiánk, az jó lenne, illetve hát volt egy képviselőjelölt terjesztés most már majdnem egy éve, ami arról szólt, hogy a házakban legyenek kitéve, mert ugye beszéltünk arról, hogy oké, az újságban szépen le van írva, hogy ki, melyik képviselőnek mi az elérhetősége, viszont a választópolgárnak neki nincs leírva, hogy jó, hogyha te mondjuk az Ipar utcában laksz, akkor neked gipszjakab a képviselőd. Hogyha online lenne, egyébként van egy ilyen nagyon jó térkép, ahol ott van, az ember beírja, hogy melyik utcában lakik, akkor ez működik. Egyébként ez már a kerületi oldalon is van, csak nagyon jól eldugva. Ez egyébként, egy ilyen házakban funkció. Legyen kirakva, szerintem ez az egyik legjobb megoldás, mert bármi igen. Kérdés van, igen, akkor erre, lemegyek a lépcsőházba, megnézem. Bocsánat, erre volt Csóti Zsombornak egy előterjesztése. Igen, ezt mondtam képviselő, igen, hogy ez igen, majd egy éve elkészült ez az előterjesztés, mind a mai napig nincsen végrehajtva. A testület el is fogadta. Igen. Hát. Az egy fontos, hogy a testület el is fogadta. Én egyetlen egyet azért reagálnék, ha már így ma Tózsa frakcióvezető társam, igen, a fogadóórákra. Tudja, én önnel szemben úgy vagyok, hogy én nem megadott időkben állok a választópolgárok rendelkezésére, hanem 0-24 órában, és ezt személyes tapasztalatból is tudom mondani, hogy keresnek is, hiszen bár az újság nem tette közzé, de ezért nagyon-nagyon sokan ismerik a telefonszámomat, hívnak, e-mailt is írnak, nem csak az én, a belső Ferencvárosi részről, ahol én képviselőjelöltként indultam, ahol egyébként 20 éve lakom, tehát én azt mondhatom, hogy én a fogadórát tulajdonképpen az utcán meg tudom tartani, és el tudok menni, és le tudok állni beszélgetni emberekkel, és ehhez nem kell az, hogy ő minden hétfőn 4 és 6 óra között találkozhat csak velem. Mert mondjuk a mi frakciónkra ez jellemzett ugye nagyon jó. Én nem mondtam, de okay, hát... Csak hát akkor, tehát de most az, hogy, arról volt szó, hogy én vagyok az utolsó. Az, hogy van egy... Bocsánat, de azt mondtam a Gabriella, hogy én vagyok az utolsó, hogy én vagyok az utolsó hozzászóló, de hát... Muszáj reagálni. Az, hogy... Tehát rögtön gondoltam. De a frakciótól az, hogy én csak bátorítani szeretném önt, hogy tartson egyébként fix fogadórás időpontot, mert nagyon sokszor van úgy, hogy erre a fix időpontra készülni tudnak a választópolgárok. Hát a jó tanácsait mindenféleképpen meg fogom fogadni. Vannak olyanok, amikor ők hozzák a kis dokumentumaikat, tudunk nekik ott segíteni. Különböző szociális ügyeknek az intézésében, mert ugye ezek eléggé bonyolult adminisztratív dolgok. Hát én támogatom, hogy
legyen önöknél vége is van a műsor. Azt mindenképpen meg tudjuk ígérni egyébként Varga Kálmának, hogy mi a televízió ebben be fogunk segíteni, és majd megkeresünk minden képviselőt, aki elmondja majd kameránkba esetleges fogadóráit, elérhetőségeit, kit hol érhet el. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, bízom benne, hogy Varga Kálmánnak tudtunk segíteni, megválaszolták a kérdéseit, és arra biztatom a nézőket, hogy önök is megtehetik ugyanezt, mint amit megtett Varga Kálmán, elérnek minket telefonon, hagyhatnak üzenetet a rögzítőn, visszahívjuk, és az esetleges kérdéseiket, problémáikat elmondhatják nekünk, a frakcióvezetők pedig itt a stúdióban válaszolnak rá. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak ma is.